Sziasztok, én Kamella vagyok, és a mai videóban 24 óráig csokis kajákat fogunk enni a kis csokoládé szökőkút segítségével. Ez kemény lesz, hát ha valahogy így, hogyha a napi étkezésünket megnézzük, nem nagyon illik a csokoládé, sőt az olasztott csoki az étrendünkbe. Húslevest alá mártam még. Ó, de jó lenne, húslevest, ja. Akkor kezdjön a videó, és a reggeli. Itt a csodás reggelink, amit csokiba fogunk mártani. Fincsi tojás, pirítós, egy lesz finom, amerikai palacsinta. Azt várom amúgy, az jó lesz amúgy. Kamilla összerakja éppen a ízét türelmesen. Itt van a kis szerkezetünk. Láfaik is le a csoki, csak ilyen átlátszóban. Uh-huh. Nem, itt van, és most ezt áttörjem bele. Aha, törd el. Na, ez az. Ez hülye. Nem ígyük, egyben van ez a csoki. Nekem ez nem tetszik. Kinek nem tetszik az, hogyha valami sok csoki van? Ez biztos egy hülye. Az. Ez. Mi az? A lesz és egy ilyen. Hát már akkor diétás fogok, hogy adjak nekem el. Ez hogy fog kinézni? Hát ez az semmi, az majd ilyen kockák, majd ilyesek tetejéről, vagy mi van? Na hát 3 óra múlva csak sikerült megcsinálni. Én azt hittem, hogy majd spriccelni fog belőle, és majd így kell tartom a kezem. Nézd Balázs, ebből is felejtsz. Ebből kell venni, 3 felé kell osztani el. Össze magába hagyjak már belőle egy falatot. Ugye Balé, most derül ki, hogy milyen finom is ez csoki nélkül. Harapás, nem csíp az eleje, nem csíp. Az az, Mindjárt megdöglik. Na Balázs, első ez tapasztalat. Ez folyik, azaz, úgy. Ez olyan kegyetlenül rossz, mi? Fúj. Jaj Balázs, jön az egészségügyi. Tessék, igyál nyugodtan, igyál, igen, azt kellettem. Na nézzük akkor a reggelimet. Az kurva, az nagyon nem jó. Na az. Ez kegyetlen lesz. Nem jó. Elhiszem. Nem jó, bár. Nem jó. Tényleg, hidd már el. Elhiszem, hogy nem jó. Ilyen csomóban nyeltem le az egészet, csak hogy ne rágjam. Fúj. Folyás, szóval... Oh! Mi ott van te kis csoki? Azt is eszem. Mennyire finom, Kamilla? Fúj, je! Kettőt, kapsz rá! Hát ez a szar rajta van! Milyen ízű, Balázs! Na végre valami! Reméljük, aki nézi ezt a videót, nem éhes.
Ebédre ezeket vettük, és ezeket fogjuk belemártani a csokiba. Vettünk egy ilyen paprikás kis sajtot, egy ilyen pizza, ami bele van töltve itt a szélébe, ilyen sajt. És vettünk egy ilyen camembertet, és ezt is nagyon szeretjük. Először is ki fogjuk ezeket sütni, és ott pedig megy a kis robotunk, vagy nem tudom mi ez. A dolgok. Ki kezdő? Balázs, kezdő? Oh, kiszedem, amit szeretnék magamnak? Igen. Jó. Köszönjük. Mielőtt kiszedett Balázs, hogy ezt szeretném mondani neked, hogy mit ezek. Jó. Közben először is van mondod, egy ilyen csilis sajtunk, egy camembert sajtunk, azt mondja, nem szeretem. Pizzánk. Azt sem szeretem a pizzás sajtunkra. És komolyan mártsam bele csak hiba? Igen. Bali. Jó. Hajrá. Három, és kettő, és egy. Nem tudod hova rakni. Mi? Hú, de hogy nem tudom hova rakni. Kurvára szart. Igen. Nagyon-nagyon rossz. Nagyon-nagyon. Nem tudom képzelni a pizzát, de miért az annyira jól néz ki? Igen. Melyiket kéred? Nem mondom azt, hogy minden nap megennéd, nem? Egyszer, kétszer, egy hétem, de... Jó, hagymás csokis falat. Nincs jobb. Mennyire rossz, Balázs. Ez szerintem én nem fogom megkóstolni. Nem mondd azt, hogy finom, mert nem finom. Ez finom. Mert? Egészet úgy jön, am. Ha valahogy nem illenek össze az ízek. Nem, valahogy nem illenek egybe az édes, meg a sós. Szerintem, hogy az előző képest az még tűrhető is. Hát... De... Ez sajnál jó. Megmondjam a frankót amúgy? Na. Ugye elokádom magam. Aha, én is amúgy követ. Egyenesen hány ingerem van, hogy ránézek erre. Na milyen? Miért kell? Miért? Rajta. Gyorsan túlesíthetünk rajta, csináld, ez az, gyerünk bele, gyerünk, ez az, ham. És három, és kettő, és egy, és ott van az egy, úristen. Jó, szinte egészben lenyeltem, mert nem bírtam tovább. Következő a vacsora lesz, de azt megtoljuk. De az tényleg, de az amúgy jó lesz. Elérkeztünk a vacsorához is. Itt vannak a fincsi kaják. Egészséges és egészségtelen kaják. Ez ilyen karamelles és ilyen, hát hogy ilyen fagyi torta. Hát én azt hittem, hogy amerikai palacsinta van összerakva, rá odafújva teszi, amit így... Ha 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 ha!
De jó ezzel az éretlen eperrel. Ups, ups, gyere. Ezt hogy vigyem ki? Hát ez nem hiszem el. Túl beledek, így igaz. Az ebédhez képest ez mennyország. Az ebédet azóta is emlegetem. Oda a diétám. Egy óra múlva új fel lesz a kufadban, úgyhogy annak rendje. Ma határoztam el, hogy diétázni fogok. Ilyen ötletek mellett lehetett, nem? Igen. Ennyi volt ez a videó. Tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Következő videóban találkozunk. Ne próbáltok ki ezt otthon már. Uff. Sziasztok!